Szorgos kezek munkálkodtak a múlt hétvégén Almárban. Kifestették a vasúti várót, a korlátokat, megtisztították a környezetet. A kezdeményezéshez civilek, vállalkozók csatlakoztak. Újjáépítik az évekkel korábban leégett almári buszmegállót is. A munkát a hosszú hétvégén folytatják. Egy valaki nem volt velünk az időjárás, éppen ezért, talán látszik is a televízió készülékeken keresztül is, hogy van mit tenni, bőven van mit tenni, ezért folytatjuk ezt a munkát. A hétvégén, az október 23-ai ünnepségek, megemlékezéseket követően itt leszünk Almárban, úgyhogy sok szeretettel várjuk a tenni akarókat. Az illegális hulladéklerakás megakadályozására zárt hulladékudvart alakítanak ki, jelentette be Rázsi Botond alpolgármester. Az almári állomásnak turisztikai jelentősége van, számos bükki túra indul innen, így a felújítás nem csak az ott élők és a hobbikert tulajdonosok számára fontos, hangzott el.